Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Felújítási munkálatokat végeznek a bátaszéki polgármesteri hivatal homlokzatán. A 2020-as költségvetés összeállításakor a bátaszéki önkormányzat úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok megóvása érdekében renoválják a kijelölt épületeket. A felújítás külön apropója, hogy idén ünnepli várossá nyilvánításának negyedszázados évfordulóját bátaszék, így időszerű a polgármesteri hivatal korszerűsítése. Idén 25 éve, hogy bátaszék város lett. Ez az egyik oka annak, hogy felállványozott fal látványa fogadja a bátaszéki polgármesteri hivatal udvarába érkezőket. Teljes belső és külső homlokzat és valamennyi épületrész minden oldala felújításra kerül. Az épület 2007-ben volt utoljára renoválva. A 2020-as költségvetés összeállításakor az elsődleges koncepció az volt, hogy próbálja az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyont, ingatlanok, vagyontárgyait, ingatlanjait megóvni. És elsősorban ilyen típusú fejlesztések meghatározásáról döntöttünk. A veszélyhelyzet időszakban ugye átgondoltuk a költségvetést, de ezeket a feladatokat továbbiakban is fontosnak tartottuk, hogy megvalósuljanak, és ennek egyik állomása, hogy többek között a Városháza épület homlokzat felújítása is megtörténik, hiszen 2007-ben volt, vagy esett át maga az épület egy felújítási, külső felújítási munkálatokon. Az elmúlt 13 év egy kicsit megviselte már az épület homlokzatát, és úgy ítéltük meg, hogy ez feltétlen szükséges az állag megóvás érdekében. A munkálatok jelen pillanatban már zajlanak is, terveink szerint egy két héten belül be tud fejeződni a külső homlokzat felújítása. Emellett természetesen más önkormányzati tulajdonú épületek felújítása is meg fog történni ebben az esztendőben, hiszen a döntésünk értelmében a Budai utcában a gondozási központ épületi tetőszerkezetét, valamint a gyermekorvosi épület tetőszerkezetének felújítását is el fogjuk végezni. Itt is az előkészületek már zajlanak, az anyagok megvásárlása megtörtént, a munkálatokkal szeretnénk szeptember végéig végezni is. A költségvetés összeállítása során határozzák meg, hogy milyen felújítási munkálatokat vagy beruházási feladatokat szeretnének megvalósítani. Évelején van egy ilyen egyeztetés, felsoroljuk, hogy milyen fejlesztési felújítási elképzeléseink vannak, azokat megpróbáljuk beárazni előzetesen, és akkor van egy meeting, hogy összeszedtünk 150 milliónyi fejlesztést, fölállítunk egy prioritást, ezt mondjuk lefaragjuk egy bizonyos mértékig, és azzal kezdődik a költségvetés tervezése. Az egyeztetések során döntöttünk úgy, hogy ezek az intézményfelújítási feladatok független attól, hogy a veszélyhelyzet miatt át kellett a költségvetést csoportosítani, valósuljanak meg ebben az esztendőben. A javasolt fejlesztések fontossági sorrendjét közösen állítja fel a képviselőtestület, de hogy azokból mi valósulhat meg, azt a hozzájárulások, támogatások, bevételek, vagyis a befolyt pénz dönti el. A hivatal felújításának nem csak esztétikai és állagmegőrzési oka volt. Az ember, amikor bejön egy városházára, az első kép, amikor megnézi, hogy hogy néz ki maga az épület. És ezt a benyomást azért szeretnénk fenntartani. Ugye ez elsősorban azért is került be, ugye, mert idén 25 éves a város. Tehát egy kicsit így is szerettük volna a jubileumot megülni, mert ugye a terveink szerint itt július első hétvégén egy nagyszabású 25 éves jubileum ünnepség lett volna. Városháza helyszínen, stb. Hát ebből sok minden elmarad, de legalább az épület felújítása az megtörténik. Bátaszék várossá avatásának 25. évfordulójára tervezett ünnepségét a veszélyhelyzet miatt nem tudták megtartani, de a város építésével és szépítésével nem álltak le. Meghosszabbította a járda felújítási kérelmek beadási határidejét a bátaszéki önkormányzat. 2016 óta minden évben pályázhatnak a lakók az ingatlanjuk előtti járda felújításához szükséges anyagokra, így évente 30-50 lakóingatlan előtt újulhatnak meg az utcák. Az új pályázati beadási határidő június 30-a. Mindenkinek lehetősége van felújítani a háza előtti járdaszakaszt, ráadásul az önkormányzat adja a szükséges alapanyagokat. A járda projekt 2016 óta működik Bátaszéken, ennek segítségével éves szinten közel 30-50 ház előtt újulhat meg a gyalogút. Önkormányzatunk nagyon-nagyon fontosnak tartotta már az elmúlt ciklusban is, hogy
a település járdáinak felújítását próbáljuk megoldani. Nem egy egyszerű feladat, hiszen több mint 30 kilométernyi járdáról beszélünk. Ezért azt lehet mondani, hogy két úton indultunk el. Egyrészt önkormányzati beruházások keretében azokat a fontosabb és forgalmasabb járdaszakaszokat újítottuk föl, amelyekben a lakosságot nem tudtuk bevonni. Ilyen volt például a Nyéki utcának egy szakasza, de a Bezeredi utcában is újítottunk föl járdát, a Babics játszótér környékén is újítottunk föl járdát, szakaszokat. Itt az önkormányzat volt a megrendelés, az önkormányzat gazdasági társaságával végeztettük el a feladatot. És 2016 óta egy lakossági járdaépítési programot is hirdetünk minden esztendőben, amikor is a képviselőtestület a költségvetés összeállításakor meghatároz egy keretet, jelen esetben 2020-ban ez 1,5 millió forint, amelyre gyakorlatilag a lakosság nyújthat be kérelmet. 2020-ban azok az ingatlan tulajdonosok nyújthatnak be kérelmet, akiknek az ingatlan előtt a járdaszakasz legalább 50%-os mértékben megrongálódott, rossz állapotban van. Ebben az esetben a kérelem benyújtását megvizsgálják a városüzemeltetési iroda dolgozói, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a kérelemben foglaltak valósak, akkor mi az anyagköltséget biztosítjuk a járda felújításhoz, nevezetesen sódert és cementet, vagy adott esetben járdalapot, és a munkálatokat pedig kérjük, hogy az ingatlan tulajdonosa végezze el. Ezzel próbáljuk egy kicsit kezelni a helyzetet, és a város járdáit megújítani az elkövetkezendő időszakban is. Természetesen, ha a költségvetés lehetőséget biztosít, akkor a város tovább folytatja az önerős programjait, azaz, hogy a frekventált helyeken, olyan helyeken, mint például orvosi rendelő, vagy más intézmények előtt, a saját gazdasági társaságunk bevonásával próbálunk majd járdaszakaszok felújítására forrás biztosítani. Ha egy utcában több olyan lakóingatlan is van, amielőtt rossz állapotban van a járda, és a tulajdonosok beadják a kérelmüket, akkor az egységesebb látkép érdekében az önkormányzata a munkálatokban is segítséget nyújt. Segítünk a magassági vonalvezetésben, tehát a kitűzésekben is, hogy valóban olyan műszaki állapotban tudjon a járdaszakasz megvalósulni, ami egyrészt a sikosságmentesítést segíti, és a balesetmentes közlekedést. Az idén valószínűleg a vírushelyzet miatt kevesen adták be még a kérelmüket, ezért a hivatal meghosszabbította a beadási határidőt június 30-ig. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt lehet elmondani, hogy 30 és 50 ingatlan között mozog azoknak a járdaszakaszoknak a felújítása, amelyek e programból megvalósíthatók. Idén még egy kicsit nem indult be az élet, ha szabad így fogalmazni, ezért is hosszabbítottuk meg, mert egyébként május 31-ig lehetett benyújtani a kérelmeket, most június 30-áig meghosszabbítottuk a kérelmek benyújtásának határidejét. Bízunk benne, hogy többen élnek a lehetőséggel, és akkor megint egy 30-50 ingatlan előtt meg tud újulni a város járdaszakasza. Szűk baráti futásnak indult, de futóversennyé nőtte ki magát pár nap alatt az a kezdeményezés, amit Cenc Péter, a Magyar Triatlon Szövetség egykori főtitkára indított Bátaszéken. A városban évek óta nagy sikerrel szervezik meg a triatlon fesztivált, ám erre idén a vírus járvány miatt nem volt lehetőség. A verseny népszerűségére jellemző, hogy a molyhos futásra 50-nél többen jelentkeztek. Talán az ország első közösségi futásává nőtte ki magát az amúgy baráti kocogásnak induló program. A városban ilyen tájt szokták megrendezni az immáron 12. életévét betöltött bátaszéki triatlont. Cenc Péter és szekretár János a hagyományokhoz hűen idén is fel akartak futni a molyhos tölgyhöz, és ötletüket megosztották közösségi oldalaikon. A bátaszéki úszod átadása óta minden év megrendezzük a bátaszéki triatlont, de ugye most a körülmények miatt nem lehet ezt megrendezni, ezért a szekretár Jánossal, akit ennek a pincészetnek a vezetője, gondolkodtunk, hogy hogy tudjuk ezt kibekelni, hogy tudjuk ezt pótolni, és akkor kitaláltuk, hogy innen rendezünk tőlük egy futóversenyt föl a molyhoshoz. Hát kemény pálya, mert 6 km föl a molyhosig, és 6 vissza. Próbáljuk ezt fröccsökkel, itt meg mindenféle bozzaitalokkal, meg vízzel, energiapótlás, meg a meleget pótolni,
de úgy gondolom, hogy jó hangulatú verseny lesz, utána itt mindenféle zsíroskönnyű süteményekkel várjuk a részvevőket, és szeretnénk ebből egy hagyományt teremteni, hogy itt a Bátorszigeteknek és környékbelieknek legyen egy jó futási lehetőségük. Úgy tudom, hogy mostanság még talán ez az első futóverseny itt, talán az országban se volt nagyon, tehát gondolom ki vannak éhezve, amely fussanak itt a részvevők is. Egy közösségi futásnak hirdettük meg, mert hogy nem tudjuk, hogy szabad-e versenyezni, próbáljuk betartani a szabályokat, majd kérjük a részvevőket, hogy másfél-két méterre legyenek egymástól, és meglátjuk, hogy mi sikerül. Nem kell nevezni, ez olyan, hogy aki ide jön, kedvet kapott hozzá, fusson, jól érzük magunkat, beszélgessünk, utána, előtte, közbe, és azért meg kell izzadni, tudod, a molyoshoz felfutni az egy kemény vállalkozás, tehát ezzetlenül nem lehet. Voltak olyan résztvevők is, akik nem csak futni jöttek, kihasználva a tájadta lehetőségeket, triatlonoztak. Kerékpárral indultak Szekszárdról, úsztak Szálkán, majd futottak Bátaszéken. A közel 50 fős csapatban egy híres magyar ultramaratonista, Orsós Ferenc is elvegyült. Az idén sok hivatalos verseny elmaradt, ezért több sportolni vágyó döntött úgy, hogy csatlakozik a felhíváshoz. Volt ennek egy hagyománya a molyhos futásnak, és idén sok verseny elmaradt. Aztán futóbarátaimmal beszéltük, hogy meg kéne ezt egyszer futni, csak úgy magunk örömére, és akkor ehhez többen csatlakoztak. Szent Péter barátom és a bátaszéki polgármester úr, Robi, és így kialakult egy kis családias futóverseny. Reméljük, hogy jól is fog sikerülni. Sokan itt vagyunk, úgyhogy örülünk ennek. A molyhos futás az a bátaszéki uszodától szokott elrajtolni minden évben. Ott most nem volt verseny, nem volt triatlon verseny, és a helyszínt szerintem a Péter találta ki, hogy induljuk innen a borászatunktól, és érkezünk is ide. Ezáltal egy kicsit a táv hosszabb lett, 12 kilométer, nem 7, de gondolom nem lesz probléma a futóknak. Én 8 éve futok, elég későn kezdtem, most 63 éves vagyok. Nagyon szeretem, ki vagyunk éhezve az idén, minden verseny elmaradt, ami idáig ugye be volt építve a futónaptárunkba, és hát ez az első, amikor közösségbe futhatunk március óta. Úgyhogy nagyon szeretjük, rendszeresen sportolunk, a családom és én is. Jó, jó dolog a futás. A szervezők szerint a sportot, legyen az bármi, soha nem késő elkezdeni, és csak az első 2-3 hónap a nehéz, aztán ez is egyfajta függőséggé válik. A felszabadult érzések mellett arra is oda kell figyelni a futóknak, hogy betartsák a másfél méteres biztonsági távolságot. Szekretár János szervező nem hiszi, hogy ezzel gond lesz. Attól tartok, hogy még több is lesz, mert itt vannak olyan futók, akik nagyon-nagyon élesek, és triatlonos barátaink is jöttek, ők nyilván a mezőny elején vannak, aztán mindenki a saját tempójában megy. Általában szét szokott húzódni a mezőny még komolyabb létszámú versenyeken, tehát itt nem lesz ilyen gond. Remélem sétáló nem lesz, mert 12 kilométer nem kevés, de azért egy kicsit is edző futónak ez nem olyan komoly teljesítmény. A tempót kell jól megválasztani, és akkor nem lesz gond. Közel 50 ember indult mosollyal az arcán hosszú idő után az első közösségi futására. De vajon a 12 kilométer után is mosolyogtak? Minden évben európai szintű versenyeken szerepelnek, és soha nem jönnek haza kupa nélkül. A Best Street Team szinte minden bátaszéki rendezvényen fellép, de vajon hogy vészelték át a koronavírus miatt kialakult helyzetet? A 2013-ban alakult csapattal minden bátaszéki rendezvényen találkozhatunk. A járványhelyzet és a karantén senkinek nem volt könnyű, egy olyan aktívan működő társcsoportnak meg aztán pláne nem, mint a Best Street Team. Sajnos mi is leálltunk, ugye a vírus az nem engedi, hogy a gyerekek táncoljanak a másfél méteres távolság megtartásának az érdekében. Ez a pár hónap nagyon unalmasan telt részünkről, de már most kitakarítottuk a termet, és várjuk azt, hogy június 15-20-tal talán feloldják a koronavírus kisebb fajta rendelkezését, és már legalább a táncosokat össze tudjuk egy szellőztetett terembe ereszteni.
remélem, hogy ha megengedik a táborokat, akkor még bővül a csapat, mert a táboraink minden évben nyilvánosak, idén is azt szeretném. Idén két tábort szeretnénk csinálni, hogy az iskoláról is levegyük a terhet, hogy bármelyik gyerek, amikor ott felügyelet alatt van, akkor arra a hétre át tudjon jönni hozzánk. És akkor remélem, hogy megszeretik azok az új diákok is ezt a fajta stílust, akik nem mertek eddig jönni. Az első tábort, ha lehet, akkor július 13-ától, a másodikat augusztus 10-től. Úgy néz ki nekik a táboruk, hogy reggel 9-től vagyunk bent, van egy kisebb bemelegítés, nyújtás, utána három csoporttal bomlik a táncosok társasága, az egyik bent a teremben dolgozik, másik kettő pedig kint a két fedett rész alatt, és mindig cserélgetjük egymást a termet is, a tanárokat is, ezt tart délig, déltől ebéd, 13-tól újra. Kisebb fajta bemelegítés, és megint három szintéren, három tanára forog a színpad, és tanulnak. Estegre pedig van nekik minden este vetélkedő három csoport, egymással ügyességi, logikai, akármi, ami éppen eszünkbe jut, hogy mit tudunk velük megcsinálni, és akkor egymás között versenyeznek. Négy nap szokott lenni, mert az első intenzitásából rájöttünk, hogy ez se a gyerek, se a tanár nem bírja az öt napot, nagyon fájdalmas volt. Négy nap szokott lenni, de próbálkozunk idén azzal, hogyha meg tudnám beszélni a könyvtárral, illetve nagycsaládosokkal, hogy öt nap legyen, és abból egyet kézműveskedéssel, vagy ilyen kreatív dolgokkal töltsünk, vagy egy kirándulással, hogy akkor az egész hét teljes legyen. A tábor költségeit az önkormányzat fedezi, így az a gyerekek számára teljesen ingyenes. A versenyzések alatt mindig kijutottunk az Európa-bajnokságra, és nagyon-nagyon ritka volt az, hogy ne hoztunk volna onnan érmet. Általában dobogós helyen végeztek, akár csapatba, akár szólóba, duóba, vagy párosba indultunk, mindig hoztunk valami érmet, vagy illetve kupát magunkkal haza. A sorsfintora, hogy tavaly annyira elfáradtunk, hogy közöltem a gyerekekkel, hogy nem szeretnék idén versenyezni, és az a szövetség, ami versenyeztünk, egy versenyt tudott megtartani, és az egész évet ők is teljesen lefújták. Egy tánccsoport életében nagyon fontos a gyakorlás. A kiesett 3-3,5 hónapot pótolni kell. A március közepén elrendelt veszélyhelyzet miatt félbemaradt koreográfiákkal folytatják majd a munkát, amint lehet. Ha véget érne még ebben a hónapban, vagy következő hónap elején, akkor első körben összeszedném az összes diákomat, és újra tanítom azokat a koreográfiákat, amiknek a felénél kellett, ugye abba hagyjuk, tehát március közepén az minket pont ketté vágott. Befejeznénk a koreográfiákat, rákészülnénk a táborra, illetve október 10-én, ha nem lesz egy második hullám, akkor pedig jótékonysági gálájuk lesz a Alsónyéken, és arra szeretnénk egy színvonalas műsort összeállítani. A Best Street Team a jövőben is ugyanúgy képviselteti magát a helyi rendezvényeken, és a versenyeken tovább öregbíti Bátaszék hírnevét. A kortárs magyar irodalom egyik meghatározó alakja Varró Dániel költő, aki egyszerre a gyermekek és a felnőttek számára is ír. Emellett színházi szerzőként és fordítóként is ismert. Egy év telt el azóta, hogy a Bátaszék könyvtár meghívásának tett eleget. Így leleményes volt a Daliás nyuszi, arcát nem éri még nő ajkától puszi, de aztán megnősült, s lett egy puszilt arcos, okos, leleményes, keményöklű harcos, ütötte a rosszat ő, ahol csak érte, de azoknak pénzét soha el nem kérte, és mivel nem ért fel egész világ kincse, a kezében maradt a WC kilincse. Ez volt Varró Dániel saját bevallása szerinti első valamire való írása. Igaz, gyerekkorában készült, de a nyusziról szóló mű ilyen egy nagy reményekkel kecsegtető költő mindjárt több részesre terveződött. Mindez Arany Toldiának köszönhető. Varró Dániel verseinek nyelvezete a mai kornak megfelelő, nincs benne semmi pátosz. Azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy egy költőnek nagyon patetikusnak, vagy emelkedetnek, vagy nem tudom milyennek kéne lenni, az szerintem egy kicsit talán félreértés, és én azt gondolom, hogy ez talán abból származhat, hogy nyilván akik az iskolában tanulunk költőket, azok már nagyon régen írtak, és hát mondjuk egy-két-háromszáz év alatt sokat változik a nyelv, meg minden sokat változik, és azért ők ugye régiesnek tűnnek, de hát azért a maguk idejében a régi költők is
modernek voltak, és ugyanúgy meglepődtek rajta az emberek, tehát mondjuk az, hogy ugye Petőfi, meg Arany, főleg Petőfi ott a népnyelvén ír, meg mondjuk az anyukája tyúkjáról ír verset, és nem valami, nem a csillagokról, vagy nem ilyen klasszicista, vagy nem tudom milyen dolgokról, tehát az akkor is nagyon meghökkentő volt, úgyhogy nem gondolom, hogy ez egy olyan nagyon nagy újdonság lenne, csak tényleg az emberek hajlamosak ezen meglepődni. De hát én olvasóként is azokat a verseket szeretem, amikben van humor, játékosság, vidámság, és amik olyan közvetlenebbül szólítják meg az olvasót, úgyhogy én is ilyeneket szeretek írni, és nagyon örülök neki, hogy gyerekek, felnőttek is sokan szeretik, amit csinálok, és szívesen olvassák. Én elvileg egy felnőtt költőnek indultam, de az első könyvemből sokan mondták, hogy gyerekesek a verseim, és aztán, amikor utána írtam egy gyerekkönyvet, a gyerekverseimnek azt mondták, hogy azok meg olyan felnőttesek, tehát hogy valahogy a felnőttes gyerekverseket, gyerekes felnőtt verseket írtam sokáig, és így a kettő között voltam. És hát nyilván amióta vannak saját gyerekeim, és azért főleg róluk, meg nekik írok sokat, meg ők inspirálnak, meg úgy körülöttem vannak, azóta jobban tudom, tehát jobban tudok célzottabban írni a gyerekeknek, és nagyon ugye ebbe vagyok benne, ebbe az apukaságban van három kisfiam, sokat vagyok velük, úgyhogy talán emiatt most mondhatom, hogy kicsit szívesebben írok a gyerekeknek, vagy jobban foglalkozhat ez a világ, de valóban hát az összefügg, és amikor az ember a gyerekeknek ír, akkor mindenképpen gondolni kell a szülőkre is, tehát ezt szülőként is tudom, általában én szoktam olvasni, mesélni a gyerekeknek este, és hát nagyon hálás vagyok azoknak a szerzőknek, akik olyan meséket, olyan gyerekverseket, olyan gyerekönyveket írnak, amiket szülőként is élvez az ember. Tehát az nagyon fontos, hogy talán amíg még kicsik, hogy a felolvasó szülőnek is nyújtson valami élvezetet, és ne csak a gyerekeknek, úgyhogy ezért se lehet teljesen élesen elválasztani a gyerekeknek, hogy felnőtteknek ír az ember. Varó Dániel, szösznéne. Fönt a Maszathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te, meg én, ott ül a teraszán szösznéne. Ott ül a teraszán, vénkor a tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül dudorászva egy ózsdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére. Amikor nem saját versein dolgozik, műfordító is. És nem tud kibújni a bőréből, nagyon szereti az angol irodalmat, amely tele van nonsens alkotásokkal. Tehát, hogy én például nagyon sok ilyesmit fordítottam, ami ugye közelebb áll hozzám, de amikor valami komolyabb dolgot kell, akkor természetesen úgy érzem, hogy van bennem elég fordítói alázat, és mindig próbálom megkeresni az eredeti műhöz legközelebb eső, meg azt a hangütést, ami azt gondolom, hogy illik hozzá, de azért azt is gondolom, hogy az szerintem nem hiba, hogyha egy fordító, főleg, hogyha maga is író, vagy maga is költő, akkor egy kicsit ráteszi a kézjegyét a fordításaira. Tehát általában az egy fordításnál is a legfontosabb az, hogy hogy éljen, mint ilyen önálló mű egy versnél, és megszólaljon magyar versnek, tűnjön, hogy én sok színdarabot fordítok, akkor az mondjuk ott a mai magyar színpadon működjön, éljen, élő legyen, tehát hogy ilyen szempontból azért kicsit bátrabban nyúlok hozzá, és azért bele csempészek magamból is dolgokat, hogy működjön, éljen a szöveg. A legnagyobb boldogság, ha a gyerekektől hallom vissza a verseket, meséli. És nagyon örülök annak is, hogy a szavaló versenyekre készülve egyre több fiatal nyúl a köteteim után. Nagyon nagy öröm nekem, hogy mondják a verseimet a gyerekek. Én alapvetően úgy érzem, hogy nem tudok kibújni a bőrömből, és valószínűleg azért hasonló lesz mindig minden, amit csinálok. Hát próbáltam, ugye a legutolsó felnőtt verses kötetem, annak az volt, hogy mi lett hova, az kicsit ilyen búsférfi panaszai-szerű kötetnek, meg ilyen létösszegző kötetnek szántam, meg próbáltam így végigjárni azokat a témákat, amiket egy ilyen komoly magyar költőnek kell, hitvesi lírát, meg létösszegző verset, meg ilyesmiket írni, és hát azért az is egy kicsit olyan komolytalanra vagy játékosra sikerült, tehát hogy azt hiszem, hogy vagy akár a saját öregedésem, ugye az én koromban már a legtöbb rendes költő meg volt halva, tehát ezekkel való szembenézés se jött olyan véresen komolyan, úgyhogy én nem igazán hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon megkomolyodnék, megkeserednék
időskoromra, de hát sose lehet tudni, tehát azért sok ilyen van, hogy költők egészen máshogy írtak időskorukra, mint fiatalkorukban. A gyereknevelésben is azért sokszor az segít, hogyha az ember ennek a humoros oldalát látja, vagy azt, hogy a jó oldalát, meg a vidám oldalát, és ezt is próbálom felmutatni a verseimben. Úgyhogy igen, azért van olyan helyzet, ahol ez jó az ahhoz. Fönt a Mozarthegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te, meg én, dudorászik a teraszán szösznéne. Szösztelenítés, portalanítás, föltakarítás, kösz, még ne. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!